Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá a Minecraft modok mélyében című sorozatunk 6. epizódja, még nem jegyeztem meg, de majd idővel megvan, meg lesz. Című sorozatunk következik, itt van velem végre valahára Attila. Hello. Konkrétan ahogy befejeztem, 2 percre rá megjött Attila. Úgyhogy, itt lesz csinálni. Úgyhogy újra kellett beindítani az egész rendszert. Na, Attila, teljes első fejezet, ami rajtam múlik, elkészült. Látom. Tool refilling kivételével mindegyiket vedd át. Jézusom. Kicsit felrobbant a hely. Segítenél? Egyszerre át tudtad venni az egészet, basszus. Hát igen. Hát a... Legközelebb ne egyszerre. Hát azt hittem van rá helyem. Én meg azt hittem, hogy nincs ilyen, hogy egyszerre. Na, minden ami egér, az ide került. Jó. Na, és akkor a következő a kérdésem, Tool Refillingből mit vegyünk át? Hát szerintem vagy a Steelex, vagy a Hopper. Te mit vettél át? Én átveszem a Steelex-et, és akkor te átveszed a Hoppert. Rendítsek. Átvettem. Egerek. A jobb oldali 2-t, put them to work, és take them with you, azokat nem tudom, hogy hogy kell megcsinálni. Az alsóra meg azért vártam, mert az mutatja meg, hogy hogy működik a patkányok, és azt gondoltam, hogy azt te be tudnád mutatni. Tehát ezek azok, amelyeket igazából nem vettem át. Minden más kész az első fejezetben egyébként. Nyilván a kulcsért viszont le kell mennünk a mélybe. De alapból a patkányok hol vannak? Még egyelőre sehol. Basszus, elhasználtam a sajtot, ami kell hozzá. Várja, mindjárt megoldom a sajtot. Miért? What? Na, hogyan készül a patkány? Veszünk tejet. Igen. Beteszem a... ide. Igen, úgy sajt készül. Igen. 15 másodperc idő múlva. Egy. Fogod. Elmegyünk a Traders Workshopba. Beteszed a sajtot, úgy hagyod. És veszünk úgynevezett tördöt a ládából. És hogy patkány lesz belőle? Nem, hanem még egy erősített sajt, amit úgy hívnak, hogy Fromuda cheese, és az készíti a patkány. Micsodát. Én kaptam egy invarból, tehát... Volt egy treasure chest tippre. Igen. Jó, kész a Fromuda. 2 darab Fromuda. Na és ezt biztosan elrontottam, vagy már 5-ször. Ledobtam a Fromuda sajtot. Igen. És most várom. Igen. Ha? Elvileg, de nem kell sokat, mert pikákszal kiütöd, kasz belőle egér spamner tojást. Ah. És mivel nem vagyunk annyira zárt helyen, én ezt most hagynám ezt a tojást egészen addig, amíg ugye nem találunk egy zárt helyet neki. Hát de most patkányt kell szelídíteni. Ezeket meg lehet szelídíteni. Jó, csak nem fog elinalni tőlünk? Hát ha bezárjuk, nem? Akkor mindjárt csinálok neki egy zárt helyet. Én addig csinálok egy cheese stuffot, kellett csinálni? Van a pókhálós ládában. Pókhálós ládában. Cheese. A cheese stuff, ja már ez van a pókhálós, jó, semmi. Igen, itt van a red cage. Kéne egy kis hely. Készül? Ja, hát nem feltétlen kell így, mert itt... Jó. Ezt kérte
a játék valahol írta ezt, hogy így nézen ki, hogy földdel két magasba legyen megépítve, hogy ne szökjön ki. Jó, akkor meg. Jó. Akkor patkány. Na nézzük. Igen. Nekem kell lenni. Várj, itt az előbb még kettő volt. Igen, azt én is láttam. Az egyik az megdöglött. Konkrétan. Az hogy sikerült? Nem tudom. Várj. Nem merem kinyitni, amíg ez a patkány. Igen, ne is nyisd ki, nem? Próbálom. Megszerűzítenem. Úgy emlékszem, hogy sajtal kell megszerűzíteni. Hát a Great Combiner. Na, mire való ez a ketrec? Abba kellett majd őket bepakolni. Először most arra akarok rájönni, hogy kell megszelíteni. Az nem segít az a recendió nevezetű dolog? Amit kapsz a... Nem tudom, vegyük át. Hát, ha... Átvettem. Ez, amit mondtam, hogy neked rád várok jelleggel. Ja nem, hogyan automatizáld a patkányokat című jelenet. Hát ja, ez az. Most meg kell nézzem, mert alapból csak simán sajttal. Jó, akkor addig én dolgozom az azóta megdöglött hálóval. Szépen hozta a dolgokat, egyébként megjegyzem. Láttam. És amiket azt gondolom, hogy nagyon sokat fogunk belőle kapni, azokat bedobálgatom. Utána majd beszéljünk a pénzről is, jó? Már az fontos. Buta vagyok. Valahogy be kéne jussak. Leraksz egy földet ide? Köszönöm. Úgy. És akkor én is jobban látom. Ja, egér, sajtot ledobtad neki. Tömjed a pofádat, te mocskos patkány. De jól néz ki. Animációban. Egyedet se. Sok kell neki, azt látom. Ja, az kaka. De szartál? Retnugget. Na, szépek vagyunk. Ratlantis, nem? Ratlantisnak a kelléke. Mire jó a patkány ürülék? Or doubling. Érzed, lázás. Lehet belőle sima magot csinálni. Ez jó. Közben gondoskodom a feljöveteledről könnyebbre. Hát ha már meg lesz elidítve, akkor már egyszerű. Hát jó, csak ki tudja, hogy mennyi sajt kell hozzá. Mi van, hogyha elfogy? Mennyi kell még neked? Na, belepumpáltam 10 sajtot, és még semmi. Hát igen, nekem is kellett sok. Mit te már meg is elődítettél? Próbálkoztam, de nem sikerült. És már egy fél stacket dobtam rá. Nem ebben a térképen, hanem korábbiban.
Ja, hát ez betolt 10-et. Ki menekült? Tudom, nem, most nem menekül, mert már megbízik annyira bennem. Tényleg? Aha. Meg a vízbe alapból nem fog szerintem beleugrani magától. Hát azért azt nem jelenteném ki biztonsággal. Ne. És már meg tudlak batozni? Ne ugorj fel abban. Jó, hát akkor most sajtot kell gyártani. Ez nem olyan részes. Azt, ha akarod, vállalom. Nem kell, megoldom. Az oldal azt írja, mert hogy... Mert csak kaptál egy Golden Bucket-t, az egyből 4-1 gyárt neked. Mert azt írja... Az oldal... Az egyből 4-et ad neked. Jó. Megpróbálom kiüríteni. Rá, ja, hát az nem lesz meg. Ki? Nem lesz olyan könnyű. Nem tudod, sajnos minden tele van. Akkor cseréljünk vedret, jó? Már is adom az most élet. Megoldom. Bocsánat, csak be kell jönnöm. Sikerült a... leugranom. Nem kell cserélni? Tényleg odaadom, és akkor... Igazából most nekem minden milyen vödör van nálam. Ezt most leszívom. Így, nagyon jó. Jó, megoldva. Hol a tejci? Itt van. Terusz tehén. Add a tejed. Hát, nem vagy nem működik? Egy körbe be tudod húzni az összeset. Azért mondom, hogy ez nem, ezzel nem... Golden Wither-rel nem működik. Akkor bocsánat, azt hittem, hogy működik. Tudj. Tehát azt írja az oldal, hogy 10 sajt után nem menekül el előled. Uh-huh. És 15 sajt után 33%-os eséllyel nem menekül el. Vagy hát megszelidül. Hol van a... izé? Hova lett? Micsoda? Hát a patkány. Az egy jó kérdés. Ennél kérdeztem, hogy biztos, hogy jó-e kiengedni. Hát a vízbe biztos nem ment bele. Fa tetejére meg nem tud menni. De én azon gondolkozok, hogy alapból a másik hogy ment ki. Ezt lecsaptad? Az a másik térkép, Attila, az még a gyakorló pályán. De nem, kettőt spawnoltunk le. Azt szerintem a másik az megdöglött már bele a földbe. De jók vagyunk. Ja, hát akkor kell csinálni még egyet. Hogy is kell. Sajt kell hozzá. A sajt belerakod ide a gépbe, és 4 darab tördöt be, körbe raksz. Tördöd van? Benne a ládában. Tehát ide is fölé, alá, jobbra, balra egy-egy tör. Ilyen... Megvolt. Jó, oké. Hát akkor ezt most előről kezdjük. Úgy, már... oké. És akkor... leteszed. Bent. Azon nem fog ugye kiszökni, hogyha így a csapóajtók vannak. Hát hogyha előre nincs kinyitva. Akkor jó. Már kiszedhető szerintem. Csak axe kell neki. Pickaxe. Hát akkor... parancsolj. Jó, és akkor még nem spawnolom le, majd ha meg lesz a megfelelő mennyiségű sajt. Én is azt gondolom. Akkor lehet, hogy ebben egy kicsit összedolgozunk, jó? Lehet kéne egy másik cauldron. Van elég vasunk hozzá? 9-et tudok adni. Ja, az elég. Na, úgy gyorsan Ércek van. Nálam vannak, úgyhogy engem keres. Úgy. És
és egyelőre még ilyen formában vannak, hogy csánkokban. Adjam? Persze. Jaj, én azt hittem a sajtról beszél. Ja, akkor adom a sajtot. És egyelőre ennyi elég? Hát én még ezt az adagot megcsinálom. Jó, akkor még én is adok. Jó, kiürítettük a bocit. Szépen megtaláltuk. Nyerünk sajt, hiszünk benned. Az megvan. Rakok el még egy. Csak akkor már lehetőleg 32 elég lesz. Reményük. Na mászom oda is nézem a szenvedésünket. Na, gyere te kis patkány, direkt ide áll. Ez átment a kulcsukon. Rohadjon meg! Ott megy ki! Azt én is láttam. Ott van. El tudjuk kapni? Nem kell. Akkor tudjuk, hogy szökött meg. Azt ott lefedem. De cserébe ad nekünk dolgokat. Mit a dobott? Egérkaját, ami ugye hús. És tördött. Jó, kraftoltam még egy olyan sajtot. És tördött. Nem szedheted. Jó. Most beállunk Lightohoz. Letörlöm egy Plague-ret. Nagyon jó. Te miad? Na, már adta is magából. Szarik a fejemre. Szépek vagyunk. Akkor tudjuk, hogy hova ment az előző. Nem. Erről tűnt el. Biztos, hogy bele spannolódott a földbe. 100%. Gyerünk, egyél kis patkány. De a másik, az is kiszaladt valószínűleg a kulcsukon. Azt nem láttam. Lehet. Egy él. Vagy beleesett a vasszerba. Vagy az. De hogy szaladnak ki a kulcsukon, azt ötítem. Mi van, fiúk? Van egy él. Jaj. Na, adott még egyet magából. Na, megvan a cica. Vége. Vagy cica, egér. Azt hozna a pantőre. Meg lett a pati. Hoppá! Én kaptam. Mit? Set home point for rat to cobblestone. Azt írja nekem. Nem. Hoppá! Beléptem ki? Nem léptem ki. Leszakadt. Megint? Ja. Minecraft crashed. Na. Uha. Reméljük, hogy nem megy kukába az egész. És most adásban kell újra tölteni. Ez nem olyan vészes. Mert csak a játékból dobott ki. Vagy a játékből. Ja. Azt mondtad a Minecraft crashed. 52-651. Connecting to the server. De szerencsére a Pati megmaradt. Logging in. És ennek most én vagyok a gazdája, vagy te vagy a gazdája? Fogalmam nincs. Hogyha te is tudod irányítani. Sajnos alattunk sincs semmi olyan, ami esetleg segítene bennünket, úgyhogy...
Úgyhogy sajnos hajókkal dolgozhatunk meg egy-két vulkán, vagy bemélyedéssel, vagy... Mondom, az nem baj, az mi vagyunk. A korallokat lehet, hogy összeszedhetnéd akkor, amint a patkányokkal. Biztos? Hát, nem. Én azért még megnézném, hogy milyen küldik vannak, amibe kell még, mert például valami púpot is kell valamelyikbe. Kidobott. Téged? Engem nem. Engem dobott, igen. Meg itt van egyébként a kettes számú fejezet első szakaszában van a három maradék gép, amit meg kell csinálnunk. Itt van, Dry Reefért kell lemennünk majd. Ami a korallnak a felszedése. És ölni kell Rocket Squid-eket. Úgyhogy van munka. De első körben ezeket a smiteket kéne csinálni, azt gondolom. Szóval én azt mondom, hogy inkább most első körben egy kicsit szedjük össze az anyagokat. Legyen egy kis utánpótlás nyersanyag ügyben. Hely Attila itt. Remélhetőleg marad is. Na, köszönöm. Szóval... Megint nekem írja. Hát ezt most én nyitottam meg. Ja, jó. Akkor mind a kettőnknek, akkor az éjszakon... ez nem lesz így jó, hogyha mind a kettőnknek megnyitja azt a menüt. Nézd ide. Yippee-ki-yay-o! Ratatouille, azaz. Ismert rajzfilm. Na, bekerült az egérke a kalitkába. És akkor most mi kell? Initial setup. Kell készíteni vele mixet salátot, meg valami meringó brumlit. Csak előtte be kell tanítani receptezésre a Patit. Közben mit szólnál ahhoz, hogyha beindítanám újra a két mélytengeri, vagy a micsodát, a két ő? Micsodát? Hát a két szűrőt. Indítom. Jó, beindítottam, viszont most csak alapszintünk van már csak, úgyhogy azt dobtam be. De nálad van a sépes. Not ground item. Most ebből csinált string cheese-t. Ah. String cheese? Aha. Oda lehet neki adni különböző. Aha! Sajtreszelék vagy mi. Annyi van kell kuk. Gratulálok. Jaj, majdnem felgyújtottál. Maradj itt. De cuki. Ő nem fog despannolódni, igaz? Elvileg megvan szerződítve, szóval nem.
Értem. Akkor most kell nekünk egy répa, meg egy alma, meg öt levél. Adom. 7 levél. Répánk mennyi van? 17-et hozott, amiből egyet most szedek neked, meg itt van az alma, meg itt van a levél. Hol vagy? Itt vagyok. És már ebből mi lesz? Ja, most csinálod a clippings and trimmings-et. Aha, akkor többet szedjél, több alma és több répa. Nem. Bocsánat. Jaj, de kis cukika vagy. Na, én meg akkor belekezdek a gépekbe, jó? Jó. Ah, oh, ez purified water kell. Attila? Igen. Ide begyűjtöttem neked 8 ládány, 8 vödörnyi purifiedot. Hmm. Itt van 8 vödörnyi purified. Tetszetős. Köszönöm. Nagyon jó. Ezt most odaadjuk a... Destroy something. Tessék, főzi a... Nézd meg, hogy főzi a salátát. Ó! Oh, de jó! De jól néz ki. Aha, és dobja így ki magából. És akkor még kell nekünk 4 darab törd. Megosztjuk, jó? Csak előtte a küldit leadjuk vele kapcsolatban. Tudom. Még egy kell neki. Táska? Nem táska. Lol. Ez ott került el. Csak 7-et adott. Nálam van az utolsó. Jó. Jó, ezt még megvárjuk is, utána elköszönünk. Jó, ó, bezabálta az egyiket. Nem, én vettem ki. És kész van, átvehetjük. Na, na akkor kapsz még 3-at. 3 mixer salátot, és akkor kiosztottuk. Legyen. És mi ez a marriage brownie? Ez is kaja. Na. Kellene nekem... 4x8. 20... Nem. Jó, viszont innen elköszönünk tőletek, mert lejárt az adásidő. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Bye!